Itt éppen az ajaki öreg fiúk és a nyíregyházi szenior FC mérkőzik meg egymással a veterán tornán. Bús György egykori kiváló és legendás kapus, majd későbbi edző emlékét immár negyedik alkalommal ápolták pályatársai öreg fiúk futballtornával, mert mint mondják, egy nagyszerű futballistát vesztettek el, s tartoznak ennyivel az emlékének. A történet ott kezdődött, hogy Bús György a mi csapatunknak a kapusa volt, és 2008-2009-ben jobban mondva ő meghalt, sajnos. És így jött az ötlet, hogy a tiszteletére rendezünk, és azóta minden évben megrendezzük az emléktornát, és szeretnénk ezt minden évben ezentúl megrendezni. Mert úgy érezzük, hogy nem azon túl, hogy tartozunk az emlékének, egy kiváló sportember volt, ugye Bús Gyuri, kétszer volt az NB1 legjobb kapusa, amikor csoda nagy kapusok védtek az NB1-be, és hát itt a megyében mindenki ismerte. De most inkább számunkra az a fontos, hogy ennek kapcsán alkalmat adunk azoknak, akik szeretnek futballozni, ez az idősebb korosztálynak elsősorban szól, és minden évben azért jó hangulat van a pályákon, és jó eredmények. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy együtt lehetünk és játszunk. Mert a jelszavunk is az, a mottónk, ami a címerünkben is bele van írva, egy életen át kell játszani. Idén a megmérettetés társ szervezője a Szabadidősport és Természetbarát Egyesület volt. A nagykálói szervezet az év folyamán több kispályás tornát is rendezett már, és most is szívesen vállalták a házigazda szerepét, mert mint mondják, több éves kapcsolat fűzi őket a 72-ők Senior Futball Klubhoz. A kapcsolatunk a 72-ökkel körülbelül 4 évre nyúlik vissza. Meghívtuk őket egy veterán tornára, és azóta a kapcsolatunk évente ismétlődik. Egy-egy rendezvényünkön szeretettel látjuk őket, és játsszuk ezt a remek sportot. Ez pedig, hogy a Bús György emléktornát itt rendezik nálunk, ez az ő megkeresésükre történt, hogy szeretnének helyet találni ennek az emléktornának, mivel tavaly már itt rendezték ők, akkor még a SZATE nem volt ebbe, csak mint csapat jelen ebbe a rendezvénybe, most viszont házigazdaként léptünk be, és társszervezőként adtunk helyet. Úgy érzem, hogy remek hangulatú meccsek lesznek a mai nap folyamán. A SZATE nem csak ebben a tornában vesz részt, mint társrendező, saját veterán tornái is vannak. Hogy látja, például ilyen veterán vagy szenior korosztályban mennyire népszerű ez a sport? Mivel mi már túlléptünk az 50. életévünkön, belekerültünk ebbe a veterán kategóriába, és nagy örömömre szolgál az, hogy a megyében egyre több csapat van, akik összeállnak, akár több év vagy több évtized kihagyás után. Jelenleg az MLS felkarolta ezt a programot, csak még nagyon gyerekcipőbe járt. Most megpróbáljuk ilyen helyi szinten egy kezdeményezést elindítani, és szeretném ezeket a csapatok, akik most itt vannak a mai rendezvényünkön, őket megnyerni, hogy akár havonta egy vagy két alkalommal is találkozzunk, akár egy ilyen tornarend jellegű rendezvényen, és akkor próbáljuk meg játszani, és minél több embert bevonni ebbe a sportba. Az idei Bús György emléktornán 4 csapat lépett pályára. A 72-ők FC és a Senior FC Nyíregyházáról, az ajaki öreg fiúk és a házigazda SZATE csapata kiegészülve a Kálló Fém játékosaival. A résztvevők egyetértettek abban, egy ilyen tornán másodlagos az eredmény. Elsősorban a játék szeretetéért gyűltek össze Nagykállóban.